Horváth Lajos évadnyitó emlékverseny zajlott április 23-án és 24-én a Balatonboglári teniszpályákon. Passzér Évát, a teniszklub szakmai vezetőjét kérdeztük a versenyről és a következő évadról. Igen, hát nemrég jöttünk ki a szabadtéri pályákra, egy picit később kezdődött el a szabadtéri szezon az időjárási viszonyok miatt, egy picit később készültek el a pályák, de már ma sikeresen meg tudtuk rendezni a szezonnyitó első versenyünket, úgyhogy délelőtt lement a gyerekverseny, nagyon sok kisgyerek vett részt, nagyobbak is, versenyzők is részt vettek, rengeteg szülő kísérte el a gyerekeket, őnekik ez egy nyílt nap is volt, tulajdonképpen így beletekinthettek a gyerekeknek a teniszébe, és hát a felnőtt férfi, női párosok is szépen összejöttek, annak ellenére, hogy az időjárás nem kedvezett nekünk, de lemegy az egész ma, be tudjuk fejezni a betervezett programokat. És innentől megindul a szabadtéri szezon a BBTC-nél, és október végéig igazából elég szépen tele vagyunk rendezvényekkel. Április 22-én a megyei diákolimpiával indul a 2022-es versenyszezon. Hétfőn lesz a megyei diákolimpia. A diákolimpia COVID miatt 2 évig nem volt, de most végre újból elindította a Diáksportszövetség a teniszszövetséggel együtt működve. Úgyhogy hétfőn megyei diákolimpia, május végén az országos diákolimpiát is itt rendezzük Bogláron, 6 napig tart, az ország minden részéből jönnek a bejutott csapatok, több száz indulóra számítunk, kísérőkkel, és aztán lesz egy versenyünk, egy BB kupa korosztályos májusban még, júniusban Halker kupa szenior verseny, aztán július végén egy pénzdíjas versenyünk, mellette gyerekverseny, augusztusban PLST, az ilyen minitenisz bajnokság, országos amatőr bajnokság lesz, szeptember, októberben meg 3 BB kupánk, még az korosztályos verseny. És amit nem említettem, ugye a csapatbajnokságok beindulnak, a felnőtt OB2-es női és a férfi OB3-as csapatbajnokságok. Innentől kezdve, jövő héttől minden hétvégén játszanak a csapataink valahol, vagy itt, vagy idegenben. Így röviden ennyi, 3 tenisztáborral számolunk, ami már megtellett, nagyon nagy az érdeklődés szerencsére. A táborokra is, meg úgy veszem észre, hogy a gyerekteniszre is egyre nagyobb az érdeklődés, sok a kisgyerek, és nagyon jól működött az iskolai teniszprogram. Ennek köszönhetően is jöttek új gyerekek a klubba. Az iskolai teniszprogramot az Apáti Passzér Klára indította el a Magyar Tenisz Szövetség támogatásával. Indult ez újra, a Lellei és a Boglári iskolások ingyen járhattak a télen a terembe heti egy edzésre. És a Fekete Tamás kollégámmal a ketten dolgozunk a klubban edzőként, én vagyok főállásban, és az idősebb Fekete Rudi bácsi még besegít a privát órákba, meg itt a versenyeket is mi így 4-en próbáltuk most lebonyolítani, és a kolléganom a Por Krisztia pénzügyes, aki pedig a felnőtt versenynek, ennek a mainak a lebonyolításában vett még részt. Próbálunk így összedolgozni, rengeteg a háttérmunka, minden versenyre, ami hivatalos verseny, pályázni kellett a teniszszövetségbe, ezt a kolléganőmmel, Krisztivel bonyolítottuk le, meg a versenyekre való felkészülés is egy nagyon nagy munka, úgyhogy nem csak edzéseket tartok, hanem nagyon sok egyéb háttérmunka van, ami nem látszik, de meg kell oldani mindent. A diákolimpia megrendezésének lehetőségét hosszú évek óta Balatonboglárnak adja a teniszszövetség. Igen, hát a diákolimpia ugye a COVID előtt már legalább 10 éven keresztül Boglár kapta körülbelül, de pályázni kell egyébként minden versenyre a teniszszövetségbe, és ott eldöntik, hogy milyen helyszínen legyen az adott verseny. Most Boglár az egy nagyon ideális klub, nagyon jó helyen levő pályákkal, nagyon jó minőségű pályákkal. Ez már ugye május végén van, tehát olyan időszakban, amikor a Balatonra nagyon szívesen lejönnek,
szép a város, szeretik a testnevelő tanárok, gyerekek, edzők, és hát a teniszszövetség nekünk adja ezt a versenyt. Igazából a rendezésében is van már némi rutinunk, tehát az is számít. Jók a tárgyi feltételek, úgyhogy gyerekbarátok vagyunk, tehát próbálunk a gyerekeknek mindenféle ajándékot összeszedni már csak az indulásért, hogyha már ide eljönnek, akkor mindenki kap valamit a kezébe, vagy éppen egy lehetőséget, gömkilátó boppája, ilyesmi, megtekinteni ingyenesen, úgyhogy elég régóta itt Bogláron megy a Diák Olimpia, az országos, hát ugye Covid miatt 2 évig most nem volt sajnos, de súlyból folytatjuk. Az országos diákolimpia május végén kerül megrendezésre, de az ezt megelőző héten már korosztályos verseny és szinte minden hétvégén csapatversenyek, tavaszi és őszi fordulói zajlanak a balatonboglári teniszpályákon.